A Radó-szigeten az első világháborús emlékműnél rendezték meg a Hősök Napja ünnepséget. Május utolsó vasárnapját még 1917-ben nyilvánította nemzeti ünnepnek a parlament, de 1945 után egészen 1989-ig betiltották a megemlékezést a magyar háborús hősökről. Győr városa számára nagyon fontos az emlékezés, hiszen ha belegondolunk és visszatekintünk a magyar történelem évezredére, látjuk azt, hogy rengeteg fényes és dicső győzelem, és nagyon sok elbukás, nagyon sok vesztes csata jellemezte történelmünket. Győztes csaták és vesztes csaták, de egy biztos, mindig minden körülmények között voltak olyan magyar emberek, magyar honvédek, akik akár életük kockáztatásával, vagy életüket feláldozva a magyar hazáért tettek, a magyar haza függetlenségeért, vagy éppen a magyar haza fennmaradásáért áldozták életüket. Az alpolgármester kiemelte, akkor tudjuk a magyar hősök emlékünnepét méltó módon megtartani, ha ezt a következő generáció is fontosnak tartja. Nem véletlen tehát, hogy Győr városa az első világháborús centenáriumi emlékbizottságot létrehozta. Nagyon fontos az, hogy az emlékezés terén az elhunytak sírjait, a hadisírokat fel tudjuk újítani, meg tudjuk újítani, és a következő időszakban ismét újjá tudjuk őket szentelni azáltal, hogy az itt elhunyt hősök előtt, az ő tiszteletükre és az ő áldozatok előtt fejet tudjunk hajtani. Nagyon fontos, hogy mindannyian vigyük tovább a szívünkben ezt a lángot, és nem csak a jubileumi alkalmakkor, nem csak a megemlékezésekkor, hanem nap mint nap tudjunk gondolni azokra a hősökre, akik időtől, történelmi kortól függetlenül egy valamiben hittek, és ez a magyar haza volt, a piros, fehér és zöld lobogó volt. A Hangraforgó együttes megzenésített versekkel idézte fel az első világháború utáni Magyarországot. Álmunk az éjjel megfagyott, a hóban süppedünk el, miért jöttünk el, már nem tudunk. A történelmi egyházak képviselői egy-egy imát mondtak el a hős áldozatokért. Most azokért a testvéreinkért imádkozunk, akik életüket áldozták hazánkért, népünkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszt halálod végtelen érdemében, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával. Az ünnepség végén a győri önkormányzat, a rendőrség, a katonaság és civil szervezetek koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.